Akkor sziasztok! Marosány Árpadők, és arról fogunk beszélni, hogy a informatikának, meg a nyílt forrásnak, meg a demokráciának hol van a közös falvaza. Először megpróbálom bemutatni azt, hogy szerintem hol van ma a demokrácia, milyen technológiákat használ, hogyan lehet ezt az egészet az információ elmélet szempontjából megközelíteni, amit ebből tanulunk, abból milyen következtetéseket lehet levonni, és mi az, ami mi most az informatikusok a demokráciáért nevezető csapatépen dolgozunk. Tehát, hogy is néz ki ma a demokrácia? Ugye, tipikusan mindenhol képviseleti, vagyis közvetett demokrácia van, és az történik, hogy bizonyos csoportok, akik gazdasági erőre tesznek szert, ezt a gazdasági erőt politikai erőre váltják, amely politikai erőt újra gazdasági erőre váltják, stb. Ez egy csillapítatlan pozitív visszacsatolásos folyamat. Ugye ez globálisan érvényes, tehát nem csak nálunk van az, hogy a haveroknak adják oda a földet, meg a trafikot, hanem például az Amerikai Egyesült Államokban vannak ezek a pacok, amik ilyen pénzgyűjtő helyek a kampányfinanszírozásra, és nyilván amikor oda nagy cégek sok pénzt betöltenek, azért várni is valamit. A csillapítatlan pozitív visszacsatolásos folyamatokról ugye azt érdemes tudni, hogy gyakorlatilag, ha nem történik valamilyen csillapítás, tehát hogy ha nem sikerül valamilyen csillapítást bevinni a rendszerbe, akkor gyakorlatilag a rendszer fogja szétfeszíteni, meg fogja változtatni, ami a politikában kb. Kétfajta dolgot jelenthet. Az egyik az, hogy valamilyen forradalom történik, a másik pedig az, hogy maga a demokrácia fog megszűnni és átmegyünk diktatúrába. Sajnos, hogy Magyarországon ennek elég sok jele van ma, hogy ebbe az irányba haladunk. Nézzük meg, milyen technológiát használ a demokrácia, vagy az állam, amelynek mondjuk úgy a dolga lenne a demokráciának a implementációja. Ugye van szavazási rendszerünk, ez a szavazási rendszer kb. 700 éve alakult el. 1299-ben írták le először a Condorcet módszert, amit egyébként a szavazási elmélettel foglalkozó matematikusok az etalonnak tartanak, hogy ahhoz mérik azt, hogy egy-egy szavazáson mennyire jó. Hát amit mi használunk, az sem ennyire. Az irányítási modellt az 2300 évvel ezelőtt írta le néhány fontos részét Arisztotelész, például a hatalmi állat szétválasztását, ez a mai napig nem sikerült teljesíteni. A kommunikációs rendszer az pedig nagyon, nagyon áttételes, gyakorlatilag egyirányú a kommunikáció, mert hiszem, hogy a fölfelé menő ágban gyakorlatilag a szavazás van, ami azt jelenti, hogy négy évenként viszünk át néhány bit információt fölfelé. És mesterséges szűk keresztmetszetek vannak benne. Miért van ez? Vagy hogy alakult ez ki? Vannak ugye olyan csoportok, amelyek irányítják ezt az egészet. Maguk ezek a csoportok, ezek használják a legmodernebb technológiát, a tudományos eredményeket, a szociológia, a pszichológia, meg mindennek a területéről. És nyilván akkor lehet egy államot jól fogságba tartani, ha magának az államnak az immunrendszer az nem megfelelő. Én tudom, hogy az a pár mondat, amit most elmondtam, az úgy hangzik, mintha valami összeesküvés elméletről beszélnék, nem arról beszélek. Tehát nem azt gondolom, hogy a New York Tel Aviv tenger, vagy a geek emberek azok, akik minket itten elnyomnak. Egész egyszerűen arról próbálok beszélni, vissza is megyek az előző szlájdra, hogy van egyfajta struktúra, ebben a struktúrában vannak valamiféle folyamatok, és nem is az az érdekes, hogy az egyes folyamatokban kik a szereplők, hanem az az érdekes, hogy megértsük azt, hogy igen, ebből a struktúrából ez a fajta folyamat fog kialakulni, és ahhoz, hogy rendbe rakjuk a dolgokat, ahhoz ezen kell változtatni. És akkor nézzük meg, hogy mi a megoldás. A megoldás az az, hogy mi azok, akik a demokráciát szeretnénk, mi is használjuk fel a legmodernebb tudományos eredményeket, szerezzük vissza valahogy az államnak az irányítását, és upgrade-oljuk fel a rendszert, a technológiáját olyanra,
hogy robusztusabb legyen, és ne legyen lehetséges az államot fogjuk rejteni. Az a jó hír, hogy azok, akik demokráciát szeretnének, azok is ugyanúgy használhatják ugyanazokat a dolgokat, tehát technológiát, tudományt, mint azok, akik nem szeretnék ezt, vagy a saját előnyeikre szeretnék ezt felhasználni. Ugyanakkor a kommunikáció oldalából az a helyzet, hogy vagy hatékony kommunikáció, tehát hogyha hatékony kommunikációt csinálunk, akkor demokrácia lesz belőle automatikusan, illetve a demokráciához szükséges is ennek a hatékony kommunikációnak a megoldása, ezért érdemes megnézni, hogy kommunikációból mit tudunk, ahhoz, hogy a kommunikációt oldalát a demokráciának meg tudjuk, néhány is alapvetés arról, hogy mi is a demokrácia. Egy egyszerű definíciót hoztam, két pontja van, a demokráciát egy döntéshozatali módszernek tekintem, és ugye attól demokrácia, hogy mindenkinek van beleszólása a döntésekbe. De hogyha megnézzük a döntéshozatal folyamatát, akkor gyakorlatilag két szakaszra osztható. Van a döntés előkészítés, és van maga a döntés. Ugye a döntés az, mint már mondtam, 1300 éve megoldott, nem, csak 200 éve megoldott dolog. Tudjuk, hogy hogy kell egy Condorcet módszerrel egy szolgást lebonyolítani, kiszámítani, stb. Stb. Túl sok probléma ezen nincsen, illetve hát annyi van, hogy mondjuk a papíron ceruzával picit nehezebb lenne egy ilyet, de azért a számítógépek korában ez már nem probléma. Vannak is ilyen alkalmazások fel a neten bőven, úgyhogy lehet válogatni is belőle. A döntés előkészítés az, ami nehéz. Ugyanis a döntés előkészítés az, ahol a sok információ megy. Nézzük meg, hogy információ elméleti szempontból hogy tudjuk megközelíteni. Ugye az, amit óvodában tanultunk annak idején az információ elméletből, azt kell elővenni csak. Vannak az aktorok, akik ugye gyakorlatilag mi magunk vagyunk. Ezeket adóként is és vevőként is tekinthetjük. Egy olyan adó, amely jelt és zajt is ad. Tehát én is szoktam hülyeségeket is mondani, meg okos dolgokat is, mindenki más is így van vele. Illetve vevő, mert téma meghallgatjuk azt, amit mások mondanak, de véges az információ feldolgozó képességünk, és ugye ahogy a Brian életéből tudjuk, mindannyian egyéniségek vagyunk. Ezek a paraméterek, hogy ki mennyi zajt, jelet ad és mekkora az információ feldolgozó képesség, ezek egyénileg különböznek. Illetve a szintén a semmiféle információ elméletből ugye tudjuk, hogy kellenek csatornák. A csatornák gyakorlatilag a demokráciában a döntésnek a szinterei, akár fizikailag, akár virtuálisan nézve. És ugye milyenféle problémák lehetnek? Egyrészt lehetséges probléma az információ hiány, ugye a döntés előkészítés az jó, hogy megvannak a döntéshez szükséges információk. Lehet egy probléma a rossz jelzajviszony, illetve lehet probléma a túl sok információ is, ami ugye az információ feldolgozási képességet meghaladja. De ezek alapján a feladat az csupán annyi, hogy találjuk meg megfelelő struktúrákat és protokollokat, folyamatokat ahhoz, hogy egy megfelelő döntés előkészítési eljárást össze tudjunk rakni. Nézzük meg az egyes fajta problémáknak, mik a megoldása. Az információ hiánynak az a megoldása, hogy minden információ, ami egyáltalán elérhető, valamelyikünknél megvan. Csak ezeket össze kell rakni. Van még egy olyan dolog, amit nem írtam el a slide-sóba, de szintén fontos kimutatni, hogy gyakorlatilag akkor, hogyha a rossznál egy kicsit jobb a kommunikációs módszer, akkor több ember közös döntésével jobb döntéseket lehet elérni, mint az egyes egyéni döntésekkel. Tehát ez ismét egy olyan dolog, ami a demokrácia jósága irányába mutat. És ugye az információ hiány ellen azt lehet tenni, hogy ha már megvan az információnak, az áramlását segítjük. Előrehozás hálózatot, ugye a DARPA projektben ezt már kitalálták, az internet is erre épül. Itt talán érdemes azon gondolkozni, hogy kell legyen egy olyan alapvető struktúrára, amelyik a formális döntéseknek meghozatalára használtatik, illetve ahol azért, hogy eléggé flexibilis legyen az egész, legyen lehetőség önkéntes alapon téma szerinti hálózatokat létrehozni, úgy, ahogy éppen arra szükség van, vagy az emberek a szükségét érzik. A másik probléma lehet a túl sok információ.
Ugye ez a probléma az, amire az a hibás megoldás született, hogy képviseleti demokrácia, mert ugye a képviseleti demokráciánál azt mondjuk, hogy oké, van egy ember, aki minket elvileg ugye képvisel, majd ő eldönti a dolgokat helyettünk, nekünk akkor nem kell az információval foglalkozni, mert túl sok információk, hát nincs is túl sok információk, ez biztos, hiába kivittük meg a hasonló dolgok, azért eléggé olyan dolgokat, amik hosszú távon meghatározzák a saját gyermekeink életét, azokat nem tudunk megszerezni. A megfelelő megoldás irányában a Tumblr-nek, aki azt hiszem szociológus volt, nekem munkássága mutat, ő találta ki azt a dolgot, amit úgy hívnak egy Tumblr szám, ami gyakorlatilag ő azt mondta, hogy létezik egy olyan csoportméret az emberek között, ami a leginkább hatékony együttműködést teszi lehetővé. Ezt sokan kutatták, hogy mennyi, hogy nagyjából valószínűleg 30 és 60 között lehet ez a szám. Tehát ebből adódik az a következtetés, hogy ha valamilyen struktúrát csinálunk, akkor annak az alapegysége egy ilyen méretű csoport kell, hogy legyen. A következő probléma az információval ugye a rossz jelzajviszony. A rossz jelzajviszonynak a megoldásához ugye nyilván filtereket kell használni. Ezt is még tanultuk ugye Semontól. Kézenfek, hogy akkor ezek a csoportok alkotják a filtereket, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy azok a témák, javaslatok, megoldások számítanak, amikre már egy ilyen csoport azt mondta, hogy igen, együtt tud érni velük, és ezért már azokon a szintereken, ahol sok ember vesz részt, már csak ez az ilyen módon megszült információ kerül elő, illetve gyakorlatilag ebből jön ki az, hogy a formális struktúra az pedig nem más, mint ezekből a csoportokból alkotott, adott esetben több szintű fa. És gyakorlatilag ez az alapvetés, ez az, amiről én úgy gondolom, hogy működőképes lehet struktúrálisan. Tehát, hogy van egy alap struktúránk, aminek ilyen Dumbbell méretű csoportot alkotják az alapját, ebből készítünk egy több szintű fát, és a döntéshozatal az ebben a fában megy fölfelé, és nyilván egy adott csoportnak illetve a döntés előkészítés, és nyilván egy adott csoportnak a döntése az, hogy az adott csomópontban előkészített döntésről mindenki, aki az alatt a csomópont alatt van, az már közvetlenül szavazna. A döntés előkészítési folyamattal egyébként az a jó hír van, hogy alapvetően az is megvan oldva. A Debian csoport nagyon sok mindenen kívül, tehát azon kívül, hogy adtak nekünk ilyen nagyon jó rendszer, azon kívül ezt is megoldották úgy mellesleg. A Debian alkotmányban található a General Resolution Procedure, amelyik nem véletlenül Condorcet módszerrel történő szavazásról szól, és gyakorlatilag egy észszerű dolog, és már ugye be is mutatták elég jó, hogy ez működik. Már csak ezt kell alkalmazni, ugye nem csak az egyes csoportokon belül, hanem a csoportok, tehát a csoportok csoportjaiban is, ami pedig elvégében egyértelmű, hogy hogyan lehet ezt kiterjeszteni erre. Akkor most már csak azon kell gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt az egészet megépíteni, bevezetni. Ugye, mert az, hogy van egy tervezünk, az még csak az első része, ezt fel is kell építeni, valamit ez alapján, a terve az alapján, illetve meg is kell oldani, hogy használják, ugye migrációt kell végezni. Az építéssel kapcsolatban a jó hír az, hogy van sok demokrácia szoftver, amik mindenféle dolgokat megoldanak, mindegyik mást. A rossz hír az, hogy olyan nincs, ami ezeket a dolgokat, amiket itt az előbb elmondtam, így egyben kezelni. Úgyhogy valószínűleg a megoldás az, hogy ezek közül a szoftverek közül kiválasztunk egyet, vagy többet, és akkor megpróbáljuk azokat a funkciókat belepakolni, amiket bele kell. Ami a leginkább hasonlít azokra a dolgokra, amiket itt elmondtam, az az Erasis nevezetű szoftver, amit az olasz Firestar mozgalom is használ.
de mondjuk az például bonyolult, és a belülről elég csúnyán néz ki. De van, mondom, van sokféle szoftver, és végül is több mindegy, melyikből használjuk, illetve nem ártana agilis megközelítést alkalmazni, mert mi van, hogy a téletünk is mégis ez a legjobb megoldás. Az azt jelenti, hogy, hogy próbáljunk ki többet is, és nézzük meg, hogy melyik működik, lehetőleg egyszerre. Illetve a másik nagyon nagy probléma az a migráció, ami jelenlősebben azt jelenti, hogy meg kellene oldani azt, hogy valahogy az emberek elkezdjék ezt a dolgot használni, legyenek olyan célok, amiknek az érdekében előveszik, bízzanak a szoftverben és egyébként a, ugye az egésznek a környezetében is ismerik, tudják, hogy mit kell elővenni. Jelenleg ez utóbbi dolgozunk. Amit csinálunk, az ahhoz képest, amit eddig elmondtam, nagyon távolinak tűnik. Egy éppen pillanatilag belekezdtünk abba, hogy meghekkeljük az elérzést és beletesszük ezeket a folyamatokat, de rájöttünk, hogy még mielőtt ezt megtennénk, azelőtt van még tennivaló. És ezt a tennivalót éppen most abban látjuk, hogy egy úgynevezett anonymous assurance provider-t hozunk létre, ami egyben egy szavazói adatbázis és egy single sign-on provider, és anonymus, tehát nem tárol személyes adatokat, és ennek ellenére biztosítja azt, hogy egy személy, akkor, hogyha ő egy személyhez ellenőrző felhasználó csak egy tartozik, ami ugye önmagában ellentmondás, majd mindjárt rátérek arra, hogy hogyan próbáljuk ezt feloldani. Ugyanis azt láttuk, azért látjuk azt, hogy ez a legjobb út, mert az összes demokratikus kezdeményezés jelen pillanatban azzal a problémával küzd, hogy a rendszernek a jelenlegi szabályai szerint formális úton nem lehet megváltoztatni. Ez például abban csúcsosodik ki, hogy értelmes kérdésekről népszavazást formálisan nem lehet tartani. Ennek az a megoldás, hogy akkor tartunk informális népszavazást, viszont abban a pillanatban, amikor valaki informális népszavazást akar tartani, kettő darab problémával fog beleütközni. Az egyik az, hogy biztosítani kell azt, hogy elég sokan részt vegyenek ebben. A másik és fontosabb pedig az, hogy azt kell tudni bebizonyítani, hogy valóban minden ember egyszer szavazott és nem többször, tehát hogy nem gépek adták le azokat a szavazatokat. És ezért gondoltuk azt, hogy egy ilyet összepakolunk. Az a cél meg és a gondolat mögötte, hogy a kezdeményezések azok használhatják ezt a gyakorlatilag adatbázis single sign-onra ahhoz, hogy a saját informatikai rendszerük adott esetben a saját döntéshozatali eljárás támogató szoftverükhöz a belépés lehetővé tegyék az embereknek. Ezáltal akik ebben részt vesznek kezdeményezések, ők azt a felhasználói bázist könnyen elérik, amelyiket már akár melyikük egyszer meg tudott szólítani, ezáltal véletlenül leghamarabb sikerül kiépíteni egy elegendően nagy méretű felhasználói bázist. Illetve ezek a kezdeményezések nyilván ők saját maguk toboroznak, és talán az assurance-ban, amiről mindjárt beszélni fogok, abban is tesznek lépéseket, és ezért így jobban el lesz osztva, az az egy igen nagy feladat, hogy mobilizáljuk az embereket. A technológiai részletekről szeretnék egy kicsit beszélni. Gyakorlatilag amit tárolunk, az két dolog egy felhasználóról. Egyrészt az e-mail cím, ez ugye lehet anonimizálni, mert bárki csinálhat magának bármilyen e-mail címet. A második pedig egy hash. Ez a hash, ez személyszámból képződik, de olyan módon, hogy nem visszafejtető, és még a brute force ellen is megvédjük, azért gyakorlatilag egy RSA kulcssal letitkosítjuk a személyszámot, majd arról készítünk egy SH5512-es hash-t, úgyhogy az RSA kulcsot azt mi sem tudjuk, benne van egy USB tokenben, és az ott is marad. Az USB token végzi a titkosítási részét. És ugye ezeken kívül meg az autentikációhoz szükséges információkat tárolunk, semmi másról, semmi mást. Van ez a hash-ünk, ezt fogjuk felhasználni majd ahhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy tényleg egy természetes személynek csak egy biztosított felhasználója van, illetve
Az SSO egy OAuth 2-es provider, ugyanúgy, mint ahogy például ugye a Facebook bejelentkezés is egy OAuth 2-nél történik meg. A hash ellenőrzéshez egy olyan sorans programot szeretnénk beindítani, hasonlót ahhoz, mint ami a CACERT ornál működik, hogy az emberek oda mennek ahhoz, akit ugye ellenőrizni kell. Ez nem oldható meg személyes találkozás nélkül és anélkül, hogy megnézzük a személy számát. Viszont azt a személy számot megnézzük, készítünk belőle egy hash-t, és utána elfelejtjük az egészet. És hogy ez, ebben az is, akit ellenőrzünk, megbízhasson, ezért mindig lehetősége van neki kiválasztani azt, hogy melyik össúra ehhez akar elmenni. A szoftverek, amiket használunk, a hashelő szoftver az már nem is funkcionálisan kész van. Ez egy egyszerű Python BSG script, igazából technikailag nem egy kihívás. A szervert azt most telepítünk, tehát azt most telepítik már. Azt hiszem két évvel ezelőtt ígérték a virtuális gépet hozzá, csak egy kicsit elhúzódik, de most már ez nem sokára be fog indulni. Az SSO-ból pedig körbenéztem, hogy mit lehetne használni, aztán végül is úgy döntöttük, hogy a sajátot használunk, az OAuth 2 Shift library-re építve egy Python-os Flask-es alkalmazást, ez fejlesztés alatt van. Szeretnénk május 10-re egy alapfunkcionitással előállni, van olyan mozgalom, amely arra kér minket, hogy addig legyünk már készek, hogy megpróbálunk ennek megfelelni. Ennyit szerettem volna mondani, szívesen várom a kérdéseket. Mi lesz a végcél? A végcél az szavazást fogunk online csinálni? A végcél az online népszavazás, illetve ugye a népszavazási kérdéseknek az előkészítése. Valami olyasmire gondolunk, hogy vannak a mozgalmak, amik a saját issuikat tolják, és amikor azt látjuk, hogy egy-egy issú elérte azt a szintet, hogy tényleg sokan vannak mögötte, akkor azt az issút azt föltesszük egy úgymond központi döntés előkészítő szoftverben, és akkor ott lehet. Mi biztosítja az információ visszaáramlást, tehát az információ szétosztást a szavazóknak? Az, hogy ezek a felületek, ezek mind nyíltak. Tehát, hogy legalább... a topik felkerül, akkor ezt mindenki hozzáférhet a topikhoz, hozzá is szólhat. És akkor van egy időhatározás, vagy valamilyen egyéb feltétel, ami után a szavazással indul, és van egy szavazási idő? Azt javaslom, hogy nézd meg a Debian Resolution Procedure, gyakorlatilag az arról szól, hogy van egy, tehát egy javaslatot akkor lehet beadni, hogyha elegendően körülbelül ötten támogatják, hogy igen, egy ilyen javaslatot be kell adni. Amikor beadják, akkor az kihirdetésre kerül, lehet alternatív javaslatokat beadni ugyanezzel a feltétellel, össze lehet gyúrogatni a javaslatokat, hogy jó legyen, és amikor megvan a menü, és a megfelelő idő eltelt azóta, hogy már valami mozgás történt benne, tehát hogy már valószínűleg kikristályosodtak azok, akkor kerül szavazásra, írásra a dolog. Mennyivel tud ez a rendszer majd többet, mint a jelenleg futó állami szinten alkalmazott hasonló online szavazó rendszerek, például a FIN rendszer, ami mondjuk a élen jár az online szavazásban? Itt ugye nem csak a szavazásról van szó, hanem a döntésnek az előkészítéséről van szó, illetve arról, hogy ugye a Dunbar csoportokat, tehát hogy a csoport méretet is kordába tudjuk tartani a jobb információ állomás miatt. A kiíró fogja meghatározni, hogy mekkora csoportok jönnek hétre, vagy... Ez rendszerparaméter. Az rendszer. Ezek a Dunbar csoportok, ezek változóak lesznek, vagy lerögzülnek az elején? Önmaguktól szerveződő csoportokról beszélünk. Egyetlen olyan van, amit a rendszerre kényszerítjük, hogyha túl nagy a csoport, akkor ketté vágja. Tehát akik eddig egy csoportban voltak, akkor... Egy csoportból két csoportban csinál. Igen. Két kérdésem lenne, mire összefüggenek. Hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a rossz időtlen szétrolkodják a rendszert, illetve hogyan lehet megakadályozni, hogy elkezd működni a rendszer, és valamilyen szélsőséges, vagy mániákus csoport
elkezdi használni, és egyrészt lejáratja az egészet, másrészt pedig az, hogy ők ezt a kezdeti irányító fejlesztő. Igen. A széttrollkodás ellen ugye az a védelem, hogy a trollkodás az maximum lokálisan lehet hatékony, ugye a csoporton belül. Mert hogy nem fog tudni kimenni a csoportból egy trollnak a véleménye. És a csoporton belül pedig a hagyományos módszerek kivéve a cenzúrát, tehát hogy lehet azt mondani, hogy én ezt a felhasználónak a véleményét figyelmem kívül, hogy nem szeretném egyáltalán látni se, hogy mit akar. Tehát hogy a egyéni szűrőnek a beállítása. A trollkodás ebben ez van, a szélsőséges csoport az egy nagyon jó dolog, ez ilyen jiu-jitsuhoz hasonló dolog, hogyha egy szélsőséges csoport elkezdi ezt használni, akkor a nyerő stratégiája lenne az, aki azt mondja, hogy nem akarja ezt a szélsőséges csoportnak a véleményét dominánsként látni, az, hogy bevonja azokat, akik nem értenek egyet az adott szélsőséges csoportnak a véleményével, hanem jobban középen álló véleményt képviselnek, és ettől a véleménykülönbségtől és az ehhez tartozó úgymond felbojdulástól az történik, hogy az egész rendszerben többen lesznek. És ugye minél többen vannak egy ilyenfajta rendszerben, ezt mondjuk pont nem látjuk a jelenlegi szavazási rendszerek miatt, mert azoknak például többek között ez a hibája, de egy normális szavazási rendszerben minél többen vannak, annál inkább a középponti vélemények felé fog elindulni az a vélemény, ami kijön belőle. Egy példa arra, hogy miről beszélek, hogy felmérték azt, hogy az amerikai szupermarketekben, hogy a pitéből milyen ízűeket fogyasztanak az emberek. Leginkább ilyen jó nagy családi méretű pitékből az almásat veszik. És amikor elkezdtek kisebb méretű pitéket gyártani, akkor nem az almás volt az, amelyiknek a legnagyobbak voltak az eladásai, mert az almás az nem az, amelyiket a legtöbb ember szeret, az almás pite az, amelyben a legtöbb ember meg tud egyezni. És a Condorcet módszer az valamilyen ehhez hasonló módon az ilyenfajta vélemény, tehát ezt a fajta választást fogja győztesnek kihozni. És ez jó? Jó. Már arra gondolok, hogy azért a történelem azt mutatta, hogy sokszor volt az emberek többségének tévedés képzete a világról. Nem a történelem mutatta ezt, hanem azok a szavazási módszerek, a bináris szavazási módszerek mutatták, amivel megmérték az embereknek a véleményét. Nagyon nagy különbség. Hát mondjuk 300 évvel ezelőtt megkérdeztük volna az embereket, hogy gömbölyű-e a Föld, nem tudom, hogy hányan szavaztak volna rá. Annyi, hogy akkor további kérdéseket azt szerintem, hogy az előadás után lehet folytatni. És akkor...